Koronavírus. Egyre többen kérik a harmadik oltást a Józsa András Oktató Kórházban. Jubileum. Péntek este megnyílt a 20. Vidor Fesztivál. Szezonzárás. Augusztus 31-ig fogadja a vendégeket a parkfürdő. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Több mint 6200 harmadik oltást adtak már be a pácienseknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak tagintézményeiben. Az emlékeztető vakcinák beadása folyamatos. Nyíregyházán annyian jelentkeznek, hogy a regisztráció után 2-3 nap múlva tudnak csak időpontot biztosítani. A szabolcsi kórházak és háziorvosok összesen több mint 260 ezer oltást adtak be a pácienseknek 2020. decembere óta. Akkor egy pici szúrás fog érezni, de nem fog fájni, jó? Jó. Ismét felpesdült az élet az oltópontokon. Összesen eddig 262 ezer oltást adtunk be a TAG kórházainkkal együtt az oltópontjainkon. Ebből 6200, ami már a harmadik oltás. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amióta lehetővé tették a harmadik oltást, azóta nagy népszerűségnek örvend ez az újabb ismételt emlékeztető oltás. Ugye sokféleképpen lehet rá jelentkezni, lehet interneten keresztül, a szokásos online regisztrációs felületen keresztül. Mi itt a saját dolgozóinknak egy belső regisztrációs felületet hoztunk létre, amin lehet jelentkezni. Elsősorban ugye azok tudják ezt igénybe venni, akik már több mint 4 hónapja megkapták a második oltást is, vagy tehát lezárult az oltási sorozat, az első oltási sorozatuk. És hát annak ajánljuk mindenképpen, aki tudja magáról, hogy alacsony a ellenanyag szintje, aki a rizikócsoportokba tartozik, idős krónikus betegek, és hát az egészségügyi dolgozóknak mindenképpen javasolt, hiszen az egészségügyi dolgozók voltak azok, akik elsők között kapták meg, ugye még decemberben, januárban az oltásokat, tehát ott már mindenképpen hasznos ez a fajta emlékeztető oltás. Gyakorlatilag mi az AstraZeneca-n kívül a többi oltóanyagot mindet meghirdettük, és elérhető időpontfoglalásos rendszerünkben, tehát aki most gondolja úgy, hogy első oltást szeretne kapni, az tud Pfizerre, Modernára, Sputnikra, Janssenre időpontokat foglalni. Azt látjuk, hogy ahogy telítődnek az időpontok, akkor úgy nyitunk ki újabb lehetőségeket. Most a harmadik oltás a legnépszerűbb, az van teljesen tele, az egy-két napon belül nem lehet most időpontot már foglalni, de szeptember 1-től vagy augusztus 29-től is vannak már szabad időpontjaink erre az oltásra. Elkezdődött a 20. Vidor Fesztivál. A jubileumi eseménysorozat péntek esti megnyitója után a nyíregyházi rockbanda a Tortuga koncertezett. Idén 15 helyszínen közel 300 programot kínálnak a szervezők, melyek elsöprő többsége ingyenes. Így azok a Kossuth téri nagy koncertek is, melyek látogatásához regisztráció és védettségi igazolvány szükséges az érvényben lévő pandémiás szabályok miatt. Jellemző kép a péntek esti Vidor megnyitó idejéből, szivárvány Nyíregyháza felett. Amit eső előzött meg, így borús éggel indult a Derű Fesztiválja, de végre megkezdődhetett, ami korán sem volt biztos. A Művészeti Közművelődési és Közgyűjteményi Ügyekért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében azt mondta, minden ünnep, amely kulturális eseményhez kapcsolódik, új dimenziókkal gazdagodott, hiszen mindaz, ami korábban természetes volt, a pandémiás bezártság idején elérhetetlenné vált. Így a járvány első 3 hullámának leküzdését követően talán a mi életünkben még sosem volt ekkora szükségünk a kultúra léleknemesítő erejére. A virtuális térben töltött hosszú hónapokat követően a szabadság érzésével és örömével éljük meg az újraindulás kulturális eseményeit. Ezzel a várakozással és bizalommal nézünk most a jubileumi Vidor Fesztivál programjai elé is.
Dr. Fülöp Péter hozzátette, a Vidor program kínálata igényes és magas színvonalú, amit már nagyon vártunk. Ezt már dr. Szabó Tünde mondta köszöntőjében. Az államtitkár Nyíregyháza országgyűlési képviselője felidézte, nehéz időszakon vagyunk túl, szükség van a feltöltődésre, a kultúra megélésére, ami életünk része, és amire méltán lehetünk büszkék szűkebb hazánkban is, hiszen Nyíregyháza nagyon kultúra szerető, és a városvezetés is elkötelezett emellett. Nagyon fontos, hogy olyan méltó közeget adjunk a kultúra szereplőinek és a nézőknek, a fiataloknak és akár a családoknak, idősebb korosztálynak, hogy mindenki megtalálja azt, amire vágyik. A méltó közeg a nívós előadásokon túl például az infrastruktúra fejlesztését is jelenti, ami idén is tetten érhető a kínálatban, hangsúlyozta megnyitójában dr. Kovács Ferenc polgármester. Annak külön örülök, hogy újabb helyszíne van a Vidor Fesztiválnak, a Szimbád, a Volt Hemó. Szinte minden évben az utóbbi időben tudtunk egy újabb létesítményt felújítani, a szabadtéri színpad, Bencsvilla most is helyszín, és hát ez a Szimbád nagyon-nagyon szépen sikerült. Dr. Kovács Ferenc hozzátette, az önkormányzat idén sem maradt egyedül a pénzügyi háttér megteremtésében, hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap mellett számos vállalkozás is az ügy mellé állt. A Vidor Fesztivál főtámogatója továbbra is a Bige Holding csoport, melynek elnöke Bige László azt mondta, lokálpatriótának érzi magát, és mindezt szívesen teszi. A polgármester úrral megegyeztünk ezelőtt 6 évvel, hogy 5 éven keresztül évi 30 millió forinttal támogatom a fesztivált, hogy egy jó minőségben, önöknek megfelelően lehessen megtartani ezt a fesztivált. Hát most már ez a 6. alkalom, és lehetséges, hogy lesz 7., vagy 8., vagy 9. is. Bige László kiemelte, minden korban voltak mecénások, és tudja, hogy például a kultúrát, sportot támogatni kell, amire cégcsoportjával az elmúlt 5,5 évben több mint 1 milliárd forintot áldozott Nyíregyházán. A főszervező Móri Zsigmond Színház ügyvezetője, aki különböző minőségekben mind a 20 fesztiválnak tevékeny részese volt, kiemelte, tavaly a járvány kellős közepén kezdték válogatni a vidám előadásokat a versenyprogramhoz, amikor éppen bezártak a színházak. Ennek ellenére azzal a lelkesedéssel csináltuk, ahogy az elmúlt években, és én azt éreztem, hogy valami talán változni fog, és ezt a fesztivált meg tudjuk rendezni úgy, ahogy szeretnénk. Ez majdnem sikerült. Ez így is történt, a Kossuth-téri karszalagos megoldást leszámítva, ami kötelező járványügyi előírás. Így is sokan voltak kíváncsiak az egyre népszerűbb, névjegyét országos műsorokban is letévő Tortuga Együttes koncertjére, melynek tagjai nyíregyháziként üzentek a helyi közönségnek. Többet szórakozzanak, legyenek bátrabbak, és sok koncertre hallgassanak nagyon sok tortugát, otthon is, élőben is mi itt leszünk, úgyhogy nem megyünk innen sehova. Ehhez ők is nagyban hozzájárultak, mint ahogy ahhoz is, amit minden szónok megfogalmazott. A szórakozás, öröm és derű legyen Nyíregyházan a meghatározó a következő napokban. Töltődjünk fel, és vigyük magunkkal egész évre ezt a vidámságot. Hétfőtől új menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Nyíregyházán. Pontosabb menetidők, új autóbuszvonalak, valamint munkába és iskolába járás segítő változások jellemzik a továbbfejlődő szolgáltatást. Valamivel több mint 1 éve újult meg a nyíregyházi hálózat, ez idő alatt pedig rengeteg lakossági észrevétel érkezett a tervező KFT-hez a módosítások kapcsán, illetve a helyi nagy foglalkoztatók is jelezték az igényeiket, de adatszolgáltató eszközöket is szereltek a buszokra. Sokrétű munka előzte meg az augusztus 30-ai módosításokat annak érdekében, hogy az utasok minél gyorsabban, lehetőleg átszállás nélkül jussanak el az úti céljukhoz. Szinte minden vonalon változásra kell számítani, ezért mindenki tájékozódjon még indulás előtt. A részletekért pedig keressék fel a városi webportált, a www.nyiregyhaza.hu oldalt, ahol több cikkben is foglalkoztunk az autóbusz menetrend módosításával. Keddig, vagyis augusztus 31-ig fogadja a vendégeket a parkfürdő. Az 50 méteres versenymedence, illetve a mellette található tammedence viszont továbbra is üzemel majd, írja közleményében a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Hirtelen érkezett meg a rossz idő Nyíregyházára is. Napok óta alig éri el a 20 Celsius fokot a hőmérséklet. A szabadtéri fürdőknek ez nem jó hír, a korábbi években ugyanis még szeptemberben is javában strandidő volt.
A Sóstó Gyógyfürdők ZRT tájékoztatása szerint a parkfürdő a 2021-es szezonban augusztus 31-ig keddig fogadja a vendégeket. 2021. szeptember 1-től az Aquarius élményfürdő, illetve a parkfürdő területén található 50 méteres versenymedence, valamint a mellette található TAM medence továbbra is üzemel. Mindezek mellett a társaság tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a nyíregyházi tófürdő 2021. szeptember hónapban továbbra is fogadja a vendégeket, addig, ameddig az időjárás mindezt lehetővé teszi. A tófürdő zárásának pontos időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, ezért érdemes informálódni, mielőtt valaki elindul a strandra. A tófürdő 2021. augusztus 30-ától reggel 9 és este 7 óra között tart nyitva. Megnyílt az iserlóni Karl Otto Weinreich művész kiállítása a Pál Gyula teremben. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Két autó ütközött össze a Pazonyi úton hétfőn, az okozó járművezetője megsérült, kórházba szállították, az áramtalanításban a tűzoltók segítettek a helyszínen. Aszfaltozási munkálatokat végeztek a Botján János utcán, az iskola kezdésre elkészült a friss aszfaltszőnyeg, a burkolati jeleket is hamarosan felfestik, ahogy az időjárás engedi. Faápolási munkálatokat végeztek a Törzs utcán a Nyírbébé szakemberei, egy hinta melletti balesetveszélyes ágakat vágtak le a fűszfáról az ott lakók kérésére. Aszfaltozási munkálatokat végeznek kedden a Gádor Béla utcán, kérik az ott lakókat, hogy ne hagyjanak parkoló autókat az utcán, teljes szélességében megújul a szakasz és szintbe helyezik a csatorna fedlapokat is. Karl Otto Weinreich iserlóni művész kiállítása nyílt meg szombat délután a Pál Gyula teremben. A képzőművész Nyíregyháza és a német település testvérvárosi partnerségének kezdetétől részt vesz a művészek kapcsolatainak ápolásában. Weinreich többször visszatért már a szabolcsi megyeszékhelyre, az idei Vidor Fesztiválon festményekkel és kisplasztikákkal vesz részt. A világjárvány után is valahogy mindig van folytatás. Ezzel a címmel nyílt meg Nyíregyháza testvérvárosának iserlón festőművészének kiállítása a Pál Gyula teremben szombat délután. A két város között 30 éve van kapcsolat, a jubileum alkalmából szervezték a tárlatot is. Az 1949-es iserlóni születésű Karl Otto Weinreich, Nyíregyháza német testvérvárosának neves képzőművésze. Csak nem a partnerség kezdeteitől, vagyis 1989-1990 óta részt vesz a két város művészei kapcsolatainak ápolásában. Nagyméretű, expresszív festményeit leginkább a spontaneitás jellemzi. Nyíregyházán már visszatérő vendégnek számít, a 2021-es Vidor Fesztiválon most festményekkel és kisplasztikákkal vesz részt. A képekről nem beszélni kellene, a képeket meg kell tekinteni. Én személy szerint örömöt szeretnék okozni, egy bizonyos elismerést szeretnék elérni, hogy más embereknek is tetszik a munkám, ez világos, de igazából magamnak festek. A megnyitón Halkóné dr. Rudolf Éva köszöntőjében arról beszélt, nem üresedtek ki a Nyíregyháza iserlón testvérvárosi kapcsolat programelemei az elmúlt évtizedekben, és a jövőben is tartalommal töltik majd meg. Számos területet érint ez a partnerségi kapcsolat, és most Kovács Ferenc polgármester úr és Iserlón ősszel megválasztott új polgármestere meghatározták azokat a prioritásokat, amelynek mentén tovább akarják frissíteni, fejleszteni, megújítani ezeket a kapcsolatokat, amik már ugye 30 éve tartanak. Ugye tudjuk, hogy Nyíregyháza nagyon sokat fejlődött a turizmus területén. Szeretnék itt kamatoztatni többek között. A gazdasága, ahogy a bevezetőjében is mondta, a befektető keresése, a jó tapasztalatok, akár az iparban, akár más területeken is nagyon fontos elemei lesznek a jövőbeni kapcsolatoknak, és az oktatás az mindenképpen meg fog maradni, én úgy gondolom. Az oktatás az mindig is kiemelt helyen volt a két városnak a testvérvárosi kapcsolatában. A két polgármester közösen jelöli ki azokat az irányokat, amelyek mentén felfrissítik majd a kapcsolatokat, tette hozzá az önkormányzati képviselő. A kiállítás egészen október 10-ig látogatható a Pál Gyula teremben. Első alkalommal rendezték meg a Sallai József kosárlabda emléktornát. Az eseményen utánpótlás együttesek vettek részt. Csehországban rendezték a Kamion EB következő futamait, Kis Norbert kétszer is győzött és összetettben átvette a vezetést.
Nyíregyházán első alkalommal rendezte meg a Sallai József emléktorna nemzetközi fiú kosárlabda utánpótlás kupa versenyét Sallai József családja és a Nyíregyházi Kosárlabda Klub az U15-ös utánpótlás korosztályban. A rangos nemzetközi sportrendezvényen a nagyváradi csapaton kívül részt vett mindhárom hazai nemzeti akadémia minősítéssel rendelkező kosárlabda utánpótlás nevelő sportszervezet, a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia, a Deac Kosárlabda Akadémia és a Rád Géber Kosárlabda Akadémia csapata is, de jelentős erőt képviselt a többszörös magyar bajnok Szolnoki Olaj KK utánpótlását biztosító Szolnoki Kosárlabda Akadémia is. A mezőnyt alkotta még a MEAFC és két helyi klub, a Nyíregyházi Sportcentrum és a rendező NKK 5-ös együttese is. Az utánpótlás torna egyik fő célja, hogy Sallai József emlékét megőrizzék, a fiataloknak pedig játék lehetőséget biztosítsanak. Csehországban folytatódott a Kamion Európa bajnokság. A csapatok átépített versenygépekkel érkeztek Mozdba, a Nemzetközi Szövetség ugyanis szigorított a biztonsági előírásokon. Nos, a megváltozott egyensúly a Révész Racing versenygépén egyáltalán nem látszott. Kis Norbert az időmérés során a leggyorsabb volt, így az első rajthelyről startolhatott az első futamban. Nem volt könnyű a kvalifikáció, a pálya egyik részén nedves, egyes szakaszain pedig száraz volt a burkolat. Ahogy az edzés után a Révész Racing pilótája mondta, 15 éve indul versenyeken, de ekkora kontraszt még soha nem volt a pálya egyes részei között. Végül Norbi maga biztosan győzött, a nap másik versenyén is a nyíregyházi csapat pilótája nyert, de egy előzésnél kicsit meglökte ellenfelét, ezért utólag 10 másodperc büntetést kapott, és a harmadik helyen zárt. Vasárnap újabb két versenyt rendeztek. A harmadik futam rajtja remekül sikerült Norbinak, és a második kanyarban a belső éven megelőzte Hunt, így az élre állt, és végül 22 másodperc előnnyel győzött. A negyedik fordított rajtrácsos versenynek a magyar pilóta a 8. helyről vághatott neki, több versenyzőt is megelőzve, végül 5. lett, és összetettben átvette a vezetést. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Több mint 6200 harmadik oltást adtak már be a pácienseknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak tagintézményeiben. Az emlékeztető vakcinák beadása folyamatos. Nyíregyházán annyian jelentkeznek, hogy a regisztráció után 2-3 nap múlva tudnak csak időpontot biztosítani. A szabolcsi kórházak és háziorvosok összesen több mint 260 ezer oltást adtak be a pácienseknek 2020. decembere óta. Elkezdődött a 20. Vidor Fesztivál. A jubileumi eseménysorozat péntek esti megnyitója után a nyíregyházi rockbanda Tortuga koncertezett. Idén 15 helyszínen közel 300 programot kínálnak a szervezők, melyek elsőprő többsége ingyenes. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT tájékoztatása szerint a parkfürdő a 2021-es szezonban augusztus 31-ig keddig fogadja a vendégeket. 2021. szeptember 1-től az Aquarius élményfürdő, illetve a parkfürdő területén található 50 méteres versenymedence, valamint a mellette található tammedence továbbra is üzemel. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!